szeretnék köszönetet mondani nektek azért a munkáért, amit a településünkért végeztek. Ugye túl vagyunk már egy-két szakmai értékelésen, főkapitány úr értékelte megyei szinten, kapitány úr a szekszárdvárosi szinten az elmúlt esztendő munkáját, és hát azt szokták mondani, hogy a tények meg a számok azok makacs dolgok. Hála jó Istennek azt lehet ezekből leszűrni, hogy mind a megyének, mind pedig szekszárdváros térségének közbiztonsági helyzete az, hála jó Istennek, nagyon jónak mondható. Mind országos szinten, megyei szinten, meg hát egyértelműen Szekszárdváros hozta el az első helyet. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Bozsonyik Róbert polgármester a rendőrség napjára érkezett vendégeket. A beszédből az is kiderült, a rendőrség bűnmegelőzési és bűnöldözési tevékenysége hatékony. Bátazék városa a szekszárdi kapitányság illetékességi körébe tartozik. Pilisi Gábor kapitány értékelése alapján elmondható, Bátaszék az egyik legbiztonságosabb környéket van a megyének. Szeretném megköszönni Bátaszék önkormányzatának, hogy megint gondol a rendőreire, ez már hagyomány, hogy így rendőrnap tájékán meginvitál bennünket, és egy fehér asztal mellett kötetlenül tudunk beszélni az itteni sajátosságokról. 6001 pár száz lélekszámú Bátaszék, és nem is csak Bátaszéknél ragadnék le, hanem a környező települések, ahol még összesen úgy számolom, hogy Pörböly, Báta, Alsonyék, Bátaszék közel 10 000 lélekszám. A kisebb egység van itt, egy közbiztonsági alosztály őrs nagyságát lehet mondani. Kevesebben vannak, ezért őnekik is, ha kisebb kihívások is vannak, de sokat kell ahhoz dolgozni, hogy így megbecsüljék őket a helyiek, mint ahogy a mai napon ennek látjuk példáját. A számadatok mondanak és adnak vissza egyfajta információt a munkátokról, de talán ennél fontosabb, és talán ti is így érzitek, hogy a lakosságnak úgynevezett szubjektív biztonsági érzete, hogy ő hogy érzi magát a bőrében, milyennek ítéli meg a ti munkátokat, talán ez még fontosabb. És talán azt tudjuk erre elmondani, hogy ez is nagyon pozitív az elmúlt évekre visszatekintve, hiszen én most a bátaszékiekről tudok mondani, mi bátaszékiek úgy érezzük, hogy azok a szervezetek, a rendőrség, a polgárőrség jól végzi a munkáját, és hát Bátaszéken hosszú évekre visszamenőleg nem tudunk olyan eseményt mondani, ami nagyon-nagyon megrázta volna Bátaszékváros közvéleményét. Ennek a környéknek a kriminalitása, ha csak a kapitányság illetékességi területét nézem, és nem is tágabb kitekintésben, akkor sokkal nyugodtabb itt a helyzet. Ez azt jelenti, hogy összességében kevesebb bűncselekmény történik. Súlyosabb bűncselekmények száma is jóval kevesebb. Tehát most megnéztem a statisztikát, mielőtt ide jöttem, a testi sértések elvétve fordulnak elő, a vagyon elleni deliktumok inkább, meg ami itt mégiscsak van specialitás, az a hulladék gazdálkodás megsértése. Itt a zöldövezetben elég sokan raknak le olyan anyagokat, amit hát nem kellene oda, ebből azért több van itt jellemzően ezen a területen. Ezt a gondolatot erősítette a bátaszéki őrsparancsnoka Vas János is, aki szerint egy kis kapitányság rendőri szempontból azért érdekes, mert sokrétű feladatoknak kell megfelelni. Egy kis kapitányság vagyunk, sok mindent önállóan, mint egy kis kapitányság úgy működünk, sok mindent önállóan kell megoldjunk, gyakran egyedül, ennyiből speciálisabb, mindenhez kell egy kicsit értsünk igazából. Nagyon komoly a polgárőrség, az is specialitás itt, hogy nem csak Bátaszékre koncentrálódik, hanem egybe fogják a többi település polgárőreit, a feladatukat is úgy szervezik, és hát a rendőrséggel közös szolgálatokat, velünk közös szolgálatokat adnak, úgyhogy szerintem ez rendben van teljesen. A kapitányság legdélebbi részén vagyunk. Most a csúnya szót használok, akkor az alvégen, ez nem igaz, mert azért gépkocsi fejlesztésekben is odafigyeltünk, tehát több jármű van, új járművek vannak, a számítógépparkot fejlesztettük az elmúlt évben, úgyhogy én azt gondolom, a technikai háttér rendben van az őrsön, hogy ezzel nincs probléma. Hogy jó-e rendőrnek lenni egy vidéken, ahol a személyes kapcsolatok is megvannak a szervek és az emberek között, a legautentikusabb választ
maga a rendőr tudja megadni. Jó csapat van, jók az emberek, gondolom egy normális, élhető településen kell munkát végezzünk, úgyhogy határozott igen a válaszom.